A tervek szerint a zentai előadás is a nyelvhasználattal kapcsolatos jogokról szólt volna, de a tiszaparti városba érkezve az európai parlamenti képviselő azzal szembesült, hogy semmisítették az egy nappal korábban megkötött és kifizetett terembérleti szerződését, amely a zentai városháza dísztermére vonatkozott. Ezután a fórumot a Royal szállóban helyezték át, de később a hotel tulajdonosa is visszavonta a megállapodást. A programot végül a Bali klubban tartották meg. Szó nincs arról, hogy itt a legkomolyabb probléma az a nemzeti közösségek autonómiájával, emberi méltóságával, nyelvhasználatával lenne, hiszen itt hát gyakorlatilag egy kommunista típusú jogalkalmazás folyik, mint kiderült, amit teljes mértékben összeegyeztethetetlen az Európai Uniós normákkal. A rögtönzött helyszínen megtartott fórumon a megjelentek észrevételeit is meghallgatták. A város vezetés, ahogy viselkedett, ugye egy európai parlamenti képviselővel, ez nem méltó hozzánk, az ENTA városához, tehát én szégyellem a város vezetése helyett is magamat, mint zentai, hogy így kellett fogadnunk az európai parlamenti képviselőt. A fórumon megjelentek közül néhányan kijelentették, hogy pártdiktatúra van. Aki nem párttag, vagy nem a párt érdekei szerint cselekszik, azt megfélemlítik, illetve félreállítják. Úgy gondolom, hogy elnyomásban élnek a lakosok, és az emberek meg vannak nagyon félemlítve. Mit értek ez alatt? Tehát az emberek nem merik kinyilvánítani a véleményüket, nem mernek kimenni az utcára, még egy békés tüntetésre sem, mert az emberek félnek, és úgy vannak vele, ne szólj szám, nem fáj fejem. A Vajdaságban tapasztaltakat ismertetik majd az Európai Parlamentben, ahol május közepén szavaznak a szerbiai országjelentés elfogadásáról.